A bukaresti ítélő tábla diszkriminatívnak minősítette a 2016-17-es tanévben az Apáczai Csere János elméleti liceumban elindított, majd beszüntetett magyar tannyelvű képzőművészeti osztályt. Az ítélőtábla fejenként 6000 lejes kártérítést ítélt meg 10 kolozsvári magyar diáknak, illetve az ügyben őket képviselő családtagoknak. A kolozsvári jogvédő csoport szerint ez egy jelentős előrelépés a nyelvi jogok terén. A bukaresti ítélőtábla fejenként 6000 lejes kártérítést ítélt meg 10 kolozsvári magyar diáknak és az ügyben őket képviselő családtagjainak. Miután kiderült, diszkrimináció történt az Apáczai Csere János elméleti líceum által 2016-ban kérvényezett magyar tannyelvű 5-es képzőművészeti osztály megszüntetésekor. A Kolozs megyei tanfelügyelőség a törvényes diák létszám hiányára hivatkozva utasította el többször is az iskola által kérvényezett magyar tannyelvű 5-es képzőművészeti osztály beindítását. Az iskolai év elindulása után az akkori főtanfelügyelő be is szüntette az osztályt. A jogi húzavonát felkarolták a jogvédőcsoport az identitás szabadságáért képviselői, akik sikerként könyvelték el azt, hogy az Oktatási Minisztériumnak és a megyei tanfelügyelőségnek kártérítést kell fizetnie. Az ügynek több relevanciája is van. Az egyik az egy jogi relevancia. Romániában tudomásunk szerint ez az első ügy, hogy diszkrimináció okán, nyelvi diszkrimináció okán kártérítést állapítanak meg. Ezt az utat jártuk most be, a legfelsőbb bíróság döntése jogerőre emelte a bukaresti ítélőtáblának a döntését. Vörös Alpár, az intézmény igazgatója híradónk érdeklődésére elmondta, örömmel fogadták a hírt, hogy sikerrel jártak. Ennek ellenére ez a kártérítés nem jelent elégtételt a családoknak, hiszen most már a gyerekek nem kezdhetik újra az 5. osztályt. Nagyon fontos üzenetet hordoz, hogy létszám szempontjából a törvény garantálja a magyar közösségnek a jogát arra, hogy akár milyen osztályt beindítson, amennyiben az a reális igény alapján indulna be egy adott településen, és erre a perre ezentúl lehet hivatkozni. A jogi képviselő Betlendi András hozzátette, az ügy kapcsán fontos konklúzió, hogy érdemes nyelvjogi ügyekkel a bírósághoz fordulni és a jogi eszközöket is bevetni, hiszen az apácai ügy jó példa arra, hogy lehet nyerni. Vörös Alpár elmondta, sajnos most teremhiány miatt az apácai nem tudja felvállalni egy hasonló jellegű képzőművészeti osztály elindítását, de támogatják, hiszen Kolozsváron azóta is lenne igény erre.